Országosztrájkot hirdetett meg január 19-ére 8 francia szakszervezet. Miután bejelentette Elizabeth Borne francia miniszterelnök, hogy 2030-ig szakaszosan 62 évről 64 évre emelik a nyugdíjkorhatárt. Az új szabályok szerint legalább 43 évet kell majd dolgozniuk a franciáknak, hogy teljes állami nyugdíjat kaphassanak. A nyugdíjkorhatár emelése Emmanuel Macron francia elnök régi ígérete. A tervet azonban elfogadhatatlannak tartják a szakszervezetek, ezért élnek a sztrájk eszközével.